Hát sziasztok, jó estét! Ezekkel a témákkal fog folytatódni az Én vagyok itt, és ha valaki fátyolosnak látja a szemem, igen az, de ezek örömkönnyek, és nem bánatkönnyek, mert ugye örömkönnyek is vannak. Igen, elérzékenyült itt Imre mellettem. Igen, én el, a turbózenekarnál egyszerűen eltört a mécsek. Sok mindentől sírhatunk, ugye ez lehet örömtől, lehet bánattól, lehet fájdalomtól, de hogy vajon egyáltalán miért sírunk, mi ennek az oka? Erről beszélgetünk Estóth Mártával. Szia! Szervusz. Sziasztok! Hát ugye hát többféle sírás van, nyilván abból adódóan, hogy mi váltja ki, mi az indítéka. Sokféle indítékunk lehet, annyi ahányan féleképpen az emócióinkat mutatjuk, vagy éljük meg igazából. Valóban, ahogy említetted, van, ami szomorúságból fakad. Többnyire ez egy felszabadító sírás kellene, hogy legyen, ha hagynák gyerekkorunkban. Valami miatt belénk fékezik a szülők, és mi is tesszük majd tovább a gyerekeinkkel, nem hagyjuk őket sírni, pedig csodaérzés hagyni sírni, és a gyereknek a sírás önmagában. Majd felnőttként is nagyon-nagyon érdemes egyébként sírnunk. Örömünkben, bánatunkban hagyni kell, hogy a szervezet tegye a dolgát, és a lélek úgymond a stressztől mentesüljön. De valójában miért sírunk? Tehát, hogy mi az oka annak, hogy elkezdünk könnyeket kipréselni szemünk sarkából? Több oka is van, kettőt emelek ki, az egyik a fiziológiai, az az, amikor ugye tisztul a szemgolyó, amikor a nedv képződik, amely aztán antibakteriális hatása is van többek között, tehát van egyfajta fiziológiai szükséglete a szervezetünknek a síráshoz, és aztán van a másik, az emocionális, az érzelmi, amellyel kifejezünk, kommunikálunk. Nagyon sokféle képen tudunk kommunikálni sírással, nagyon sokan közülünk például nem tudunk segíteni, kérni, sírunk. És valahol a tudat alattink van, hogy a sírunk, majd valaki felajánlja a segítségét, vagy az empátiáját mutatja ki, az együttérzését, és ezzel is egy kicsit enyhül a bánatunk. Tehát, hogy igen. Igen, hamarabb is szoktunk odalépni egy síró emberhez, és megkérdezni, hogy mi a baj. Ez az is egy kommunikáció, hogy segítség, segítség. És hát, hogy arról nem is beszélve, hogy önmagában már a születésünk pillanatában is sírunk, úgy jövünk világra. Felszabadító lehet egy gyereknek 9 hónap után, vagy ellenkezőleg, ugye ezt még nem tudjuk, vagy ellenkezőleg talán megijed, hogy úristen, mi van itt? Túl nagy a tér hirtelen. És van olyan ember, aki mondjuk annyira elfojtja magában, ahogy cseperedik föl, és mi már felnőtt a sírás, hogy szeretne, de egyszerűen nem jönnek azok a könnyek? Nagyon-nagyon sok gyakorlat van mögötte, sajnos, amikor már így nem jönnek a könnyek. Ez valahol azt hiszem, hogy a történelemben is, meg a hagyományokban is, a magyar hagyományokban benne van erősen, hogy ha sírsz, akkor gyenge vagy, és főleg a férfiakra vonatkozik, és nem csak, mert a nőknél ugyanez volt, hogy emlékszünk arra nagyon erős tartású idős paraszt nénikre, akik még egy temetésen sem sírtak nagyon, ott voltak a siratóasszonyok a helyet, hogy te sírjál, mert valahogy nem illik, mert nem vagy annyira gyenge. Ám nem is a gyengeséget mutatja a sírás, hanem ellenkezőleg hagyni kellene, és vállaljuk azt, hogy igenis, nekünk most sírhatnékunk van. Azért át lehet esni a ló túloldalára? Tehát, hogy van az a típus, aki meg mindenen sírva fakad? Azt gondolom, hogy az se egy előnyös dolog. Nem. Nem beszélve, hogy egy nagyon csúnya manipulációban mehet át, egy lelki zsarolásban. Egyébként ez a gyerekeknél is látszik, hogy átmegy néha, hogy már úgy követelnek valamit a magukénak, hogy sírnak. Ezt felnőttként is csinálhatjuk, hogy ne. Azt mondtad, hogy van egy fiziológiai oka is mindennek, de mi történik ilyenkor a szervezetünkben? Mitől jönnek azok a könnyek a könnycsatornán? Hormonok szabadulnak föl egyébként. A könnycsatornákon egyébként azok benedvesednek, és nagyon jó antibakteriális hatások van. Tényleg nagyon szűrik a bacikat. A másik, hogy ugye endorfint is szabadítunk fel ilyenkor, tehát hogy nagyon jó a sírás, és nagyon egészséges. Segíthet igazából a... Tehát, nem, csak hogy visszagondolok, hogy ugye mondjuk én, amikor mondjuk el tudok pityeregni mondjuk az egyik legjobb barátnőm esküvője, mert meg vagyok hatódva, mert ők boldogok, és ez egy örömömben sírás. De hogy volt olyan időszak az életemben, amikor szomorúságból sírtam, és túl sokat szerintem heteken keresztül majdnem minden nap. Nincs, hogy túl sok, hanem manipuláltál. Nem. Az segít? Tehát az a feldolgozás része? Hogyne. Hát gondoljunk csak bele, hogy egy gyász folyamatban mennyire fontos, hogy sírjon az illető, és ne kelljen szégyelkeznie, hogy ha jön egyébként a sírás, ne kelljen megfékeznie, hanem hagyni kell. Tehát, sőt. És akkor mondjuk, ha
olyan az élethelyzetem, hogy se temetés, hála Istennek, se semmi nem volt, ami megrigasson, akkor beiktassak mondjuk magamnak havonta egy síró napot, tehát hogy vasárnap azt a filmet teszem be, amin tudom, hogy a végén úgyis elbőgöm magam, és akkor legalább a szemem is megtisztul, lelkem is. De egyébként szerintem ezt ösztönösen is érzed, hogy egy filmet nézel, hogy most pont ezt választott ki. Tehát a szervezet azért tudja, hogy mire van szüksége, ha hagyjuk, hogy megszólaljon, és ha odafigyelünk, hogy mit kér éppen. De egy Forrest Gumpon lehet, hogy sírsz. Ja, én most pont a micsoda nőre gondoltam, vagy hogy akkor mondhatom azt, hogy azt a testem választotta, nem én, ha valaki éppen rám töri az ajtót, hatodszorra nézem. Nyugodtan. Vannak egyébként ilyen terápiák? Tehát amikor kifejezetten arra ösztökélsz valakit, vagy ösztökélnek valakit, hogy sírjon, mert az ott fog tenni? Külföldön úgy tudom, hogy van többféle ilyen terápia is egyébként, főleg a gyász folyamatok megkönnyítésre, vagy egy hospice folyamatnak a levezetésére. Azért az egy hosszú hónapokon át tartó folyamat is lehet akár, de ugyanúgy a gyerekeknél úgy tudom, hogy a meditáció mellett például a szabadon sírás is úgymond egy gyakorlat része. Szabadon sírás, milyen gyönyörűen hangzik. Sírhat szabadon a tabens hátralévő részében is. Sírjon szabadon, ezt tudom már elmondani. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.